Amikor Nagykanizsa fele jöttem, akkor épp említettem ő kolléganőmnek, aki elkísért, hogy jártam már néhányszor itt, jártam ebben a könyvtárban, hiszen én azt tapasztaltam, hogy Nagykanizsa polgárai, és azt hiszem, hogy a polgár szóna visszanyeri lassan eredeti értelmét, büszkék egyrészt a múltjukra, másrészt emlékeznek mindig azokra, akik ezért az országért és ezért a hazáért szenvedtek vagy tettek valamit. Volt itt gyalogezredről készült könyvnek bemutatója volt itt konferencia alaiakról, kanizsaiakról, és most megnyílt egy kiállítás, én azt mondom, egy szerény kiállítás, amely a magyar múltnak azt a szeletét szeretné bemutatni, és talán fogalmazunk így első lépésként, amelyről évtizedekig nem beszéltek, nem beszéltünk, vagy nem beszélhettek azok, akik átélték, megérték, és azt kell mondom, hogy túlélték azokat az eseményeket és éveket, amelyek a 20. századi magyar történelm megítélésem szerint egyik legnehezebb korszakát és legtragikusabb korszakát jelentik. Elnézést kérek, hogy én egy nagy kanizsán és nagy kanizsán kívül ismertebb gulák túlélőt idézek és említek, nem a szó szerinti szövegeit. Rózsás János, akit talán mondhatom úgy is, hogy atyai jó barátomnak tarthatok. Elég sokszor jártam nála, olvastam könyveit, bemutattam, írtam róla. És azt is hozzá kell tennem, hogy itt a kiállításon látható könyvei közül a Keser ifjúságot Münchenben az Oberföringer Straße 52 alatt Borbándi Gyulától kaptam meg, amikor még vigyázni kellett arra a határon, hogy vajon bejut e a könyv, vagy nem. Mert előfordulhat, hogy egy CD lejátszó kevésbé volt veszélyes eszköz és fegyver Magyarországon, mint egy olyan szellemi termék, amely arról szól, hogy Mit is kellett megélnünk már annak a negrenációnak, amelyik életkora szerint megélte, és nem az enyémnek, amelyik hallhatott róla és olvashatott róla? És vajon miért kellett ezt megélni? Sokszor nem beszélnek arról, hogy a koncentrációs táborok feltalálója a Brit Birodalom a Angol Háború időszakában. Ezen táborok továbbfejlesztője és mesteri megalkotója és szintre emelője a Stalini, de mondjuk nyugodtan a Leninnel induló Szovjetunió, hogy aztán majd ez más országokban is a Nemzeti Szocialista Németországban is létjogosultságot nyerjen, és hogy ebből az országból, Magyarországról, a jelenlegi területéről és a II. világháború alatti területéről, hiszen az egykori felvidék, Kárpátai, a keleti ország része, erdély a délvidék akkor Magyarországot jelentette, Százezrével hurcolnak el embereket azért, hogy ahogy Stalin fogalmazott, nem pontos az idézet, munkájukkal hozzák rendbe mindazt, amit tönkretettek a Szovjetunióban. Ez vonatkozott magyarokra, magyarországi németekre, és uram bocsá, magyarországi zsidókra. Természetesen a számok és a százalékos arányok nem ugyanazok, de bizony volt olyan deportáló vonat, amely egykoron Auschwitzba indult, majd a visszatérőkkel nem Budapesten kötött ki, hanem Fogsániba, mert hiányzott a létszám. És ezt a létszámot kellett összegyűjteni, hogy fölépítsék azt a Szovjetuniót, amelynek munka és raptáboraiban talán nem is volt olyan nemzete a világnak, amelynek tagjai nem fordultak volna meg, és ahova megközelítőleg 800 ezer magyar katonát, mint hadifoglyot, és hadifogolynak nyilvánított civilt vigyenek el. A nyugati kultúrvilágban, és a természetes, hogy így fogalmazok, az európai kultúrkörbe tartozó világban, ha háború volt, és sajnos volt elég sokszor, nagyjából betartották azokat a nemzetközi egyezményeket, amelyek arra vonatkoztak, hogy miként kell vagy szabad bánni a civil lakossággal, mi engedhető meg egy katonának, és mi nem, miként fegyelmezendő vagy ítélendő el, ha túllépje azokat. De olyannal addig nem nagyon lehetett találkozni, hogy megérkeznek a nekünk évtizedeken keresztül felszabadítóknak nevezett, de az akkori eseményeket megélők szinte mind döntő többségének vagy száz százalékának megszálló szovjet csapatok nem rekorra, felekezeti hovatartozásra, politikai nézetre való tekintet nélkül gyűjtötték a foglyokat. Gyűjtötték a foglyokat, akik Gödöllőre, Ceglédre és más településeken kialakított gyűjtőtáborokba kerültek, hogy onnan tovább vigyék őket. Tovább vigyék azokat a civileket, akik esetleg soha nem voltak katonák, mert alkalmatlanok voltak arra fizikai vagy egészségi állapotuknál fogva, de mégis azok lettek. És fölmerül a kérdés, hogy vajon miért kellett elhurcolni nőket, fiatal lányokat. A gulágról hazatértek és túlélők között ma már 80 fölött vannak azok, a nők, akik 14-15-16 évesen kerültek idézelben mondom, hadifogságba. Egy szó orosz nyelvismeret nélkül tudatták velük, amit ők nem értettek, hogy most épp hány esztendőre ítélték el őket, mert valószínűleg, mondom én a valószínűt, kémkedtek, a szovjet hadsereg ellen működtek, és így tovább, hogy utána a szovjet rapteleken bányákba töltsék az életüket és fiatalságukat. A távolabbi családomban volt olyan, aki ott maradt, nagyanyámnak unoka testvére, nagyon szép fiatal lány, egy sváb községből, Baranya megyéből, és a visszatértek szerint azt mondta, hogy ő nem is szeretne hazajönni, mert a fiatal, talán 18 vagy 20 éves fiatal lány, aki szép volt a falujcsiak szerint, elvesztette a haját, egyetlen egy foga nem maradt, és úgy gondolta, nem akart ő, és nem is lett öngyilkos. De jobb, ha ott maradt, mint hogyha hazajönne. És hány tízezer és százezer honfitársunk volt az, akiben ugyanez a gondolat megfogalmazódhatott. És amikor önök megnézik reményeim szerint ezt a kiállítást, amelyen azt olvashatják, hogy gulág gupfi emlékév, illetve kiállítás, akkor hangsúlyozni kell és utalni kell arra, hogy gupfinak nevezték a hadifogoly táborokat, ahova úgymond mindenki bekerülhetett. Nem kellett semmit csinálni, elég volt, ha volt rá egy egyenruha, vagy úgy gondolták, hogy az ötös sorból hiányzik valaki. A múltkor vettem a kezembe épp egy emlékezést, pontosabban készül ennek a kiállításnak idegennyelvű változata, és nézzék el nekem ezt a kitérőt, amely angolul, németül, ukránul, románul, szerbül, szlovákul, csehül, románul próbálja megmutatni a szomszédos és távolabbi országok lakóinak azt, hogy mi is történt Európa ezen felénben. Nem lesz nagy újdonság a románoknak, főleg nem a romániai magyaroknak. Nem lesz újdonság a felvidéki magyaroknak. De az a gyanúm, hogy furcsán néznek majd Németországban, bár ott is megérték, hogy mit jelent a felszabadítás, de vajon Nagy-Britanniában, Franciaországban, Svájcban miként gondolnak arra, hogy mi volt ez a bizonyos gulág. És olvasom a rövid kis füzetet, amely a kiállításokhoz készül majd, amikor egy emlékező leírja, hogy megy a vonat, és egy 31 évesnek tűnő férfiú 10 éves fiával ül a lovaskocsin, és várják, hogy a sorompót majd fölemeljék, hiszen jön a vonat. A vonat megáll, leugrik a két orosz katona, apát és fiát bevágják, bocsánat a szó ér a bagomba. Az apa ült ki, sír, hogy engem vigyenek bárhova, de a gyereket ne. A vonat elindul, a két lót marad a kocsival. Vajon mit tudhatott meg a feleség és az anya abból, hogy hova vitték el, és vajon hazatérhettek, hazajöhettek-e ezek a távoli Oroszországból, ahogy itt mondtuk, és nem a Szovjetunióból? Azt hiszem, nem. És hányan vannak olyanok, akik jeltelen sírban nyugszanak, nyugosznak, akikről nem tudunk semmit, és azok a tízezrek és százezres nagyságrendvosszal, akik hazatérhettek, de legalább 200-250 ezerre tehető azoknak a száma, aki soha nem ért haza. Azok vajon hány családnak a fájdalmát kellett, hogy őrizzék, és miként kellett és tudta megőrizni ez a Magyarország és a magyarság az ő emléküket? Amikor Rózsás János megírta a saját kéziratát, amelyre a történet szerint biztatták, hiszen Szolzsenycén Iván Gyennyiszovics egy napja után írja meg valaki más, és ha tudjuk, hogy Rózsás János találkozhatott a táborba Szolzsenycénnel, milyen jó. Na igen, de kiderült, hogy az Iván Gyennyiszovics egy napja túl sokat mond arról a világról, amelyről el kéne feledkezni, pontosabban el kéne felettetni azokkal, hogy emlékezzenek rá, és talán önök között is vannak olyanok, mint jó magam, hogy azt tapasztalhatták, hogy a kiadott kis kötetecske, mert kiadták könyvformában, a könyvtárakból eltűnt, a rutinosabbak tudhatták, hogy miután megjelent a nagyvilágba, és a nagyvilágból nem vágták ki ezeket az oldalakat, ott elolvasható az Iván Gyenyiszovics egy vagy a kacsatovkai vasútállomás. De vajon hány emberhez jutott el ez a hír, hogy adott esetben írt Rózsás János, mi történt Pintér Károlynéval, miként élte meg az életét a most már százesztendős Olaf Placid vagy miként élte meg életét az 101. életévében lévő vitéz Békei Kósotto, volt magyar királyi honvéd százados rehabilitált a akinek azt szoktam mondani, hogy Ottó bátyám érdemes volt tíz évet lehúznod a gulágon, mert ha 101 éves korodban még mindig autóval jársz be és te vezetett Gödöllőről, akkor ezt a példát követnünk kellene. De én azt gondolom, hogy nem azt kellene követnünk, hogy hogy vitték el oda őket, hanem azt kellene példájon előttünk, hogy ezek az emberek és a gulágot és a gupi raptelepeit, táborokat, kényszermunkatáborokat megjártak, miként voltak képesek emberek maradni az embertelenségben, miként maradt meg bennük a tartás, és miként tapasztalták azt a fájdalmat, vagy érezhették azt a fájdalmat, amelyet az a Magyarország okozott nekik, ahol visszatértek, amelyet ők szülőföldnek és hazának tekintettek. Megint egy történetet említenék, Békei Kósottó mesélte többször el, és a úgy a sors, egy-egy megemlékezésen újra előveszi, mert nem feledhető. Amikor fölültünk a vonatra és jöttünk hazafelé, azt mondta mindenki, ezt az országot soha többé nem akarom látni, a lábam ide be ne tegyem, ide vissza ne hozzanak, ez a Szovjetunió volt. És amikor megérkeztünk Magyarországra, ahol fölállva énekeltük a himnuszt a vagonokba, és vártak bennünket az AVH katonái, vagy ávósok, mondjuk így, és Nyíregyháza Sóston kihallgattak bennünket, fölvették az adatainkat, sok minden más megesett, akkor azt mondta egyszer az egyik bajtársam, aki soha nem akart visszatérni az egyiknek, hogy tudja, én azt mondtam, hogy abba az országba soha vissza nem mennék, de ahogy maguk bennünket fogadtak, és ahogy maguk bennünk, válna, vár, ö, ahogy bennünk bánnak, azt kell mondanom, hogy inkább ott lennék. Gondoljanak bele, hogy egy hazájától évekre elszakított, nem azt mondom, hogy kegyelem kenyéren tengődő, mert keményen meg kellett dolgozni azért a szerény kenyéradagért, csalánlevesért, és mikor miért, darabka halért, egy ilyen kifakadásra kényszerül. Vajon mi lehetett akkor ebben az országban, amely nem keblére fogadta és ölelte elűzött, elhurcolt fiait és lányait, vagy lányait és fiait, hanem megcsinálta a maga táborait. Nem olyanok voltak, mint a gulágok vagy Auschwitz, nem szeretem az összehasonlításokat, de nem okozott örömet és élményt a hortobágyon lenni, nem jelentett örömet a recski táborban időt eltölteni, vagy akár csak a különböző internáló táborokban. És ezeknek a táboroknak van napjainkba üzenete, és napjainkra valamennyünk számára, és főleg a fiatalabb generáció számára. Hogy a nemzet múltjából nem lehet kitörölni semmit, a múltunkat erényeivel, bűneivel, jó és rossz oldalával együtt váll vállalnunk kell, de nem engedhetjük meg azt, hogy amely velünk történt meg, és amely egy nemzet gerincét próbálta megtörni és megalázni, arról ne beszéljünk és ne emlékezzünk. Az az intézet, amelyre államtitkár utalt, Ma holnap két és fél működik. Hozzá kell tennem önök között, talán tudják azt, hogy hogy mondanák, ha katonák lennénk? Pergőtűz alatt áll, mert mi nem szólhatunk, pontosabban bocsánat, szólunk, és magam is szólok, addig, amíg el nem esek, ez most a nagyképűség része a csatamezőn, de ha azt mondtuk, amit Deák Ferenc, amely azt az hogy eme vármegye, vagy megye lakosainak igen, csak a szívéhez közel álló személy, hogy hazudni nem szabad, akkor nem szabad hazudni a múltról, a gulágról, a guppilól, és arról, hogy akik ide érkeztek há harcoló katonaként, és ez természetes, hogy az ellenséget ellenségét kezeljék, azt Magyarországon az emberek nem virágesővel, nem örömmel, kebrükleőrel befogadták, hanem úgy, ahogy bennünket is egykorom magyarokat a másik oldalon, nem örömmel hogy visszafogott legyek. De ennek a nem örömnek nem kellett volna, hogy az legyen a következménye, hogy fiatalok, tizenévesek, vagy adott esetben szinte járóképtelen öregek kerüljenek a gulágra. Mm. Nemrég halt meg egy másik idős barátom Kaposvárot, dr. Keményfi Béla, aki félbénán töltötte idejét a gulágon, mert amikor megszökött a szovjet hatóságoktól, utána lőttek és gerinclövést kapott. A lebénult keményfi Bélát elvitték a gulágra, aztán később, félig meddig így mondom, négy láb állva sem, majd mankót kapva megtanult járni, megtanult oroszul, és ott is voltak duszja nővérek, mint, Rá, mint Rózsás János könyvébe, akiknek az életét köszönheti. Vajon szükség volt egy lebénult 16 éves gyerekre a gulágon? aki dolgozni nem tudott, építeni nem tudott. Nem. Meg kellett mutatni a legyőzötteknek, hogy kik mondják meg azt, hogy mi az igazság, hogy kik mondják meg azt, hogy hol van a hatalom, és miként kell élni. De ha volt hit, erkölcs és szeretet, akkor át és túl lehetett élni. Ahogy említett, Olafsson Placid atya, lelket öntött és lelket tartott barátaiban és fogolytársaiban, ott a bajtárszónak valódi jelentése volt és értelme, aki megpróbálta azt, és megpróbálták azok a lelkipásztorok, katolikusok, evangélikusok, görögketeletiek, reformátusok, hogy megtartsák a maguk miseit vagy Isten tiszteleteit, vagy ne agy Isten, ha lehet, akkor valamilyen formában legyen bor és legyen ostját jelképező valami, hogy meg lehessen tartani a nagy ünnepeken legalább azt a szent misét vagy az Isten tiszteletet. Ezek az emberek átélték, túlélték, mi pedig nem szabad, hogy elfeledkezzünk róluk. És való igaz, hogy az a két és fél esztendő inkább, mert azt mondtuk, amikor megszületett a döntés, hogy 2015 legyen a gulág emlékéve, akkor azt mondtuk, magunkfajta földi halandók, egyszerű történészek a bizottságba kerültek, hogy 2014 végétől 2017 februárjáig tartson, hiszen 14 decemberében már az elfoglalt magyar területekről, Kárpátaljáról, észak és máshonnét, de Magyarország területéről is hurcolták a gulágra a rabokat és hadifogolynak. És 1947. február 25-én Magyarországgyűlés, bocsánat, akkor nemzetgyűlés képviselőjét, a független kisgazda földmunkás és polgári párt főtitkárát, Kovács Bélát is elhurcolták. De még később hurcolták a gulágra Karik Sárát, akiből kitűnő műfordító lett, mert 1947. augusztus 31-én, az úgynevezett kékcédulás választásokkor megszólalt és fölszólalt, mint a szavazatszedő bizottság tagja, szociáldemokrata létére, hogy itt csalnak. Csaltak a múltunkban, csaltak a történelmünkben, csaltak sok mindenben. Nekünk ezeket a tévutakat, csalásokat, félrevezetéseket kell félretenni, és az általán említett Deáki mondattal vagy félmondattal, megpróbálni hitelesen bemutatni a magyar múltat, vállalva azt, hogy akik egykoran átírták, most azt mondják, hogy át akarjuk írni a múltat. Én büszkén vállalom azt és vallom, hogy azt a múltat, amely hazugságban fogant és hazugságot adott nekünk, azt nem szabad, azt kötelező átírni. És azt gondolom, hogy a gulák kiállításai pontosan azt példázhatják, hogy ebben az országban sokan és sokat szenvedtek, és az emléküket nem szabad elfelejteni. Ha csak bejönnek azok a tizenévesek, diákok reményeim szerint, hiszen már iskolai van, és megnézik az itt látható majd kiállítást, és talán otthon majd nagyszülők vagy szülők, nagyszülők még talán saját élményeiket emlégetve mondhatják el azt, hogy vajon miként és hogyan történt, és mi történt 1944-ben és 45 ben akkor talán megértik azt, hogy miért van fájdalom, és miért van az, hogy a jobbak szemében köncsillog, amikor a himnuszt vagy a szózatot éneklik. Mert ezt a kettőt nem hallgatni kell, ezt a kettőt énekelni kell, mert ez egyúttal azt jelenti, hogy ragaszkodunk ahhoz az országhoz és a hazához, amely nemzetté vált, hogy nemzetté vált 1956. októberében, novemberében, és reményeim szerint nemzetté vált a rendszerváltoztatás után, és képes lesz nemzetként gondolkodni és nemzetként cselekedni úgy, hogy megtalálja azt a közös pontot benne mindenki, amely valamennyünk számára elfogadható különbözőségeink, különböző véleményeink, világnézeti, felekezeti, politikai vagy gazdasági helyzetünkre való tekintet nélkül, mert a magyar múlt tisztességes bemutatása, a magyarság vállalása és hitünk megtartása szerintem jövőt adhat ennek a nemzetnek, akkor is, ha Európa nincs könnyű helyzetben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!